pont a férje segítkezik a törvények meghozatalában, mivel kifosztják az adósokat. Alig, hogy kiértek, már is szóváltásba kerültek Trócsányi László igazságügyi miniszter feleségével a tüntetők. Én tiszteletben tartom a hölgy kérését, hogy ne ragasszuk ki, elmondjuk így is, ez a lényeg. Mindössze néhány demonstráló volt a háznál, korábbi hitelkárosultak, a kirakoltatások leállítását követelték, amikor a miniszter felesége slaggal kezdte őket locsolni. Nézd már, direkt lelocsolnak minket a slaggal. Így szokták a miniszterek. Átvert károsultak. Köszönöm, jól esett. Folytatták a beszédeket, de a miniszter felesége tovább slagozott. Az a gazságügyi miniszter lakik itt, akinek a Trócsányi és Nagy társa ügyvédi iroda képviseli, az adósokat a kifosztás. Na ezért feljelentem, amiért a fényképezőgépemet lelocsolta, ezért fel fogom jelenteni, ha ez tönkre megy. Közterület lelocsolt ki, mit kérdezik? Nyugodtan, de én fogom önt feljelenteni. Először is rágalmazásért, és ezért, ahogy viselkedik, saját magából csinál hülyét. Trócsányi László felesége azt kifogásolta, hogy a tüntetők miért a házához mentek. Szégyen. Nem érdekel, de az ön férje közszereplő. Akkor menjen el az igazságügyi miniszter. Igen, voltunk ott. Na ott voltunk már. Aztán azt is mondta, nem a tüntetőket, csak a kertjét locsolta. Hogy aki magukat fizeti, őnekik mondják azt, hogy térítse vissza a magukat. Aki meg önt fizeti, az meg tanítsa meg normálisan emberien viselkedni. Én emberien viselkedem, maguk nem viselkedem. Tényleg? Azért, nem tudom, az én ruhámat, ha látja. Ja, meg a esőben mi történik magával esőben? Esőbe. De akkor tudom, hogy föl kell rá készülnöm. Ezt én az ő megítélésére bíznak. A Fidesz-KDNP képviselője ezt válaszolta arra a kérdésre, hogy szerinte bocsánatot kellene kérnie Trócsányi László feleségének a tüntetőktől. Ennél fontosabb szerinte, hogy a kormány mindent megtett a devizahitelesekért. A devizahitelesek szempontjából lényegesen fontosabb szempontnak látom, mint azt, hogy egyébként Trócsányi László felesége kilocsolt rájuk slaggal. Az együtt viszont felháborodott a történteken. Minősíti az országot az, hogyha egy miniszter felesége slaggal locsol le tüntetőket. Nagyon nem kellene ezt csinálni, végre egy tisztességes országba kellene érnünk, mi az együttben ezért harcolunk. Kerestük az igazságügyi minisztériumot is, ahol kérdésünkre csak azt írták, kerti locsolás ügyében nem kívánnak véleményt nyilvánítani.